Ezek a kiskutyák nemrég kerültek ide a Tappancs állatmenhelyre. Aranyosak, játékosak, viszont még sincs senki, aki örökbe fogadná őket. Így van ezzel a többi kutya is itt a menhelyen. Nálunk a kutyusok minden oltást megkapnak, tehát a parvótól a kombináltig a veszettségig, a mikrocsippig és ivartalanítva. Tatabányán júliustól ebösszeírást tartanak. Szeptember 30-áig kell bejelenteni a 4 hónapnál idősebb kutyákat. Mi azt szeretnénk kérni a lakosságtól, igyekeztünk mindenhol értesítéssel, adatlappal segíteni a munkájukat, hogy tegyenek eleget ennek a kötelezettségnek. Aki ugyanis nem jelenti be a kutyáit, az komoly bírságra számíthat, amit akár többször is kiróhatnak rá. Megtudtuk, a hatósági iroda munkatársai minden esetben ellenőrizni fogják az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztását és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát. Az egyik cél az, hogy ne legyenek kóborkutyák, ne dobják ki az emberek a megunt állataikat. Ha szaporulat van, akkor próbálják eljuttatni alapítványhoz, vagy igyekezzenek tenni azért, hogy ne legyen szaporulat, de az állatokat kímélni kell, az állatokat védeni kell, és ennek érdekében teszünk minden lépést. A kitöltött adatlapokat lehetőség van személyesen a kihelyezett gyűjtőládákban elhelyezni, postai úton eljuttatni a polgármesteri hivatal címére, faxon leadni, vagy e-mailben a botonnekukac@tatabanya.hu címre elküldeni.